Miért érdemes ma a La Mancha lovagját játszani? 1966-tól kezdve, amikor ez a mű megszületett, és Dale Wasserman megírta ezt a művet, onnantól kezdve egy bámulatos karriert futott be, 1380 előadásnál több is ment le, azt hiszem a Broadway-en az első szériában. Ez egy remek munka, nagyszerű dalokkal, szívszorítóan gyönyörű történettel, szellemes történettel, ami sikere ítéltetett. Kevés olyan darab van, ami ilyen intenzív csapatjátékot igényelne a színészek részétől. Hogyan alakult ez itt? Kovács Gergely családdal, koreográfusunkkal együtt egyfajta ilyen stílusjegyünké vált, hogy mi nagyon erősen koreográfikusan mozgatjuk a csoportot. Tehát, hogyha egy külső szem ránéz, akkor ez egy egységesebb játék legyen. Hogyan történt a szereplőválogatás? Legfontosabb az énektudás, egy zenés produkcióról lévő szó, és utána jönnek azok a színészi kvalitások, amik segítik és alkalmassá teszik a színészt a feladatra. Ezért bizonyos szerepekben úgynevezett meghallgatást tartottunk, ami ilyenkor szokott. Milyen kihívást jelent kimondottan rendezőnek az, hogy ez egy játék a játékban? Én találtam ki. A színészek számára is szerintem ez egy jó és játszható, egy izgalmas és látszik, hogy élvezetes dolog. Tehát szerintem ez nem hogy kihívás, hanem ez egy olyan kellemes keret, amit mindenki szívesen tölt meg játékkal.